Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a 7 Days to Die Alpha 16.1.41. epizódja. Közvetlenül a horda éjjel után vagyunk, úgyhogy nagyjából már eltelt a fél nap, úgyhogy... ja, itt-ott majd meg lesz vágva a dolog. A mai napra azt terveztem, hogy farmolunk egy kicsit. Mármint nem olyan farm, hanem builder farm és favágós farm, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Elindulok és összeszedek némi nyersanyagot. Aztán majd meglátjuk, hogy a nap hátralévő részében még mire jut idő. Na hajrá! A poncsó. A poncsó az fontos. Na, let's go. Hoppa, egy dugitáska. Mondjuk, hogy megérte felszedni. És még mindig sehogy egy állat. Pedig próbálom szemmel tartani őket, de... Nem igazán találkoztam még se Bambival, sem Mici mackóval. Avval se, hál' Istennek. Hopp. Nem a szikla. Hát nem tudom, hogy mi igaz abból, hogy meg sokszorozták az állatok jelenlétét a fanpimpszék, de én még mindig nem látok egyet se, akit le lehetne vadászni. Lehet, hogy csak azért, mert túl közel keresem a bázisomhoz, de... No animals for me. Oké. Na, itt megint van egy jó kis builder mező, úgyhogy ennek is nekiállok. Ho, 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 látogatók! Látszik, nem tetszik nekik, hogy farmolok. Ej! Jeez! Jajjaj, keresztül kasúg glitchelek mindenem, mi van? Jajjaj, ők is! Na jó, menjünk ki kicsit tisztább terepre. Holy moly! Már megint mögém sunyultak. Ma nagyon off én vagyok, látszik. Szépen sorba, nem kell tulakodni mindenki. Sorra kerül egyszer. Előbb vagy utóbb. Holy. Hi. Oké. Közben volt egy level up-om, és lényegében véve ez az, amiért most olyan nagyon nekiálltam farmolni, hogy legyen néhány plusz szintem, ugyanis szeretném a steelsmithinget minél előbb... 11? Ja, 1. Jó, 11-et láttam. Szeretném a steelsmithinget minél előbb kihúzni, mert ezek az eszközök, hey, ezekkel nagyon-nagyon lassan megy. Na, menjetek, bányakánya, vissza a farmhoz. Ezt azért betoljuk még. Van otthon egy jobb gardening hoe, úgyhogy ezt scrappeljük. Iron arrowhead. Az még lehet. No. Igen, láthatjátok egyébként, hogy kipróbáltam a Stone Axe-et. Kevesebb staminát eszik, ez tény, de jóval kevesebb nyersanyagot is ad. És mivel még van söröm, csak most éppen elmúlt a buffja a hülye zombik miatt, ezért egyelőre Stone Axe-et használok. Mármint, hogy pont, hogy nem. Iron pickaxe-et használok. Nem pedig Stone Axe-et a farmoláshoz. Azért ez így jócskán gyorsabb. Bár most még kénytelen vagyok piákat használni hozzá, hogy ne fogjon ki a staminám egyfolytába. Freaking Feld. Majd némi agyagot is magunkévá teszünk, és akkor a mai napra szerintem ennyi lesz a téma. Persze... Még a videóban lesz a holnapi napból is egy kis... Ó, remek, level up. Lesz a holnapi napból is egy kis... ez meg az. Majd igyekszem... Ott a maradék. Igyekszem úgy alakítani a dolgokat, hogy mindenre jusson idő. Na, nem ígérek semmit. Na, feljöttem ide a bázisunktól egy kicsit éjszakra erre a havas... Vagy havas? Homokos sivatag dombra, és egész érdekes látvány fogadott. Ez itt a havas táj. Amiről beszéltem, ahova valószínűleg a bázist fogjuk építeni. Az ott szerintem egy kereskedő. Ah. Most jöttök így, ti is kellemetlenkedni. Úgyhogy valószínűleg van ott egy kereskedő, még egy a közelben, ami nagyon jó, mert én valahova oda szeretnék építkezni. Van egy kis ház is ott, amit majd át fogunk nézni. Jeez. Big boy.
Mi van veled? Ó, velem mi van? Headshot, na végre. Na. Úgyhogy remek, konfirmáltuk a havas dolgot. Ott van valami, amivel nem vagyok biztos, hogy micsoda. Valószínűleg egy lakókocsi park? Maybe? I don't know. Majd azt is megnézzük. De a lényeg az, hogy ha minden igaz, akkor pont jó dőrészőből van ez a havas cucc. Ahhoz, hogy bázist építsünk benne rajta közben. Úgyhogy hippipórá. Csak úgy kíváncsiakból jöttem föl ide, mert ugye szeregettem itt a buildereket jobbra-balra. Ott egy kisebb camp. De egyébként meg nagy sivatag az egész, tehát... ja. Még egy camp ott, egy ház ott. Nem az az egy ház, ez egy másik, ez egy darab ház. Na, szóval csak ennyit akartam itt megmutatni, hogy lényegében véve ez egy nagyon jó kis spot lesz nekünk. Úgyhogy megvan a hely, ahova építkezünk végre. Havastáj for win! Yeah. Hoppá! Megvan az első állatkánk! Farkas koma! Szóval ide kell a husi. Na, hát ez is érdekes, hogy mindenek előtt farkas az első lény, amit találok. Ez fura. Őzre számítottam, hogy valami másra, vaddisznóra esetleg, egy nyuszira, hogyha úgy akad, de hogy farkas legyen az első, akiből belebotlok. Az egész délutánt idekint töltöttem, ott is van valami. Egész biztos vagyok benne, hogy van valami, ki van egyenesítve a táj, mint az állat. Menjünk egy kicsit közelebb. Az egész délutánt idekint töltöttem, látjátok, már lassan estébe fordul az idő. És nem láttam semmilyen állatot. Hú! Második farkas, secondary farkas. Előttem. Á, nem lőttem! Nem láttam a puskától, úgy lóbálja. Ki a franc tanította ezt a karaktert tárazni? A fegyvert lefelé tartjuk, miközben tárazunk, öcsém. Jesus. Ezt meglátta volna a sportlövő egyesületnek a oktatója, úgy veri tarkón az emberünket. Puskatussal, hogy arról kódul. Nem lóbáljuk a fegyvert, miközben töltjük, lefelé tartjuk. Nem vízipisztoly ez, hogy nem szabad engedni kicsöpögni belőle a vizet. Na. No. Szóval. What? Ja igen. Erre akartam elnézni, hogy mi lehet ott az egyenesen. Elég nagy az a kiegyenesített platform, úgyhogy... még egy kereskedőre tippelnék, de nem látszik semmi. Érdekes. Érdekes. Mert nincs is ott semmi. Ez fura. Ellátnék odáig, biztos, hiszen a távolabbi kereskedőt is látom. Akkor szokta így kiegyenesíteni a játék a placot, hogy oda akar rakni valamit. Furcsa. Na mindegy. Nézzük meg ezt a szedánt, aztán lassan elindulok hazafelé. Semmi. Rengeteg bőrt kaptunk, jól van. Jól van, megvan a bőr utánpótlás. Igen, mondtátok egyébként, többen is említettétek, hogy magammal hozhattam volna a sok kanapéból a bőrt, meg a mi egymást a poncsóhoz. De látjátok, van poncsó, látjátok, van bőr. És amúgy is valószínűleg föl fogom szedni majd ezt a... dual fészek. Amúgy is föl fogom szedni ezeket a holmiaimat, ide, amiket lepakoltam ugye itt az ideiglenes bázisba, majd a land claim blokk segítségével. Úgyhogy nem fog kárba veszni semmi, gyerekek. Mondjuk majd el lehet adni. Egy darab gunpowder. Yay! Közben szeregettem itt a növényeket. Innivaló gyanánt, amíg nem indul be annyira a... nem indul be annyira a farm. Ajajajaj. Na jó. Most már hazáig elcaplatok egyedül, aztán majd holnap találkozunk, meglátjuk, mit tervezünk másnapra. Még én magam sem tudom, de... kitalálunk valamit. Na itt vagyok még az éjszaka közepén. Hát körülbelül eddig bírtam workbench nélkül, úgyhogy most már tényleg azon kezdünk el dolgozni, legyen workbenchünk, hogy nézzük meg, mi is kell hozzá. Azt mondja, hogy ugye skill
Workbench, workbench, hol vagy már megint? Itt vagy, workbench, kell hozzá egy construction tools 15-ös. Igen, a probléma ott van, hogy idejekorán szereztem baltát. Ugye, hogyha kőbaltával dolgoztam volna, akkor a construction tools skillem ment volna föl, de mivel volt baltám, ezért a mining toolsok fejlődtek gyorsabban. Úgyhogy amondó vagyok, hogy ezt a néhány wrenchet felhasználva megpróbálom felfejleszteni a construction tools képességemet. Viszont ahhoz, hogy ez működőképes legyen, egy kicsit szerelni kéne rajta, amihez kell egy kis forged steel, amit már is megmutatom, hogy honnan tudtok szerezni, ha még a játék elején vagytok. Itt gyorsan lelopakodunk, és egyszer ezt már talán mutattam, hogyha szétveritek a lőszeres táskát, és nem pedig a mellette lévő homokzsákot, akkor kaphattok belőle némi steelt, ami egy-két egyszerelésre elegedőnek kéne, hogy legyen. Remélhetőleg. És hogy így ez már megvan, most már nekiállhatunk szétszedni egy kevéske autót, hogy felfejlődjön a Construction Tools képességünk. Továbbá jó lenne erőltetni egy kicsit a kőbaltát, és akkor talán még gyorsabban menne. Ezt az egy szendert bedobjuk. Közben láthatjátok, hogy elkezdtem kiolvasztani némi rebar frame-et, ugyanis ugye legutóbb ezt már megtárgyaltuk, hogy megéri ezzel dolgozni. A cobblestone helyett, úgyhogy neki is láttam. Már eleve találtunk 32-t ugye fönt a dobozok között. Most ezt még megtoldjuk egy 300 darabból. Közben itt elkészítek egy újabb set 250-es durability-vel bíró tárgyat, úgyhogy a holnapi nap szétkapunk néhány autót, meglátjuk, hogy mit fogunk belőle szerválni. Továbbá készítettem néhány bacon endegzet, hogy legyen mit kajolni, mert az emberké már kezdett egy kicsit éhen halni. Nem szeretnék túl sok húst szórni erre a célra, ugyanis most már minden más nyersanyag elérhető ahhoz, hogy húslevest gyártsak. Illetve főzzek, hogyha normálisan akarok beszélni. És miért ne akarnék? Úgyhogy a holnapi nap tevékenysége az autóbontás lesz, úgyhogy ezt még kivárjuk vele a reggelt. Na hát lassan hajnalodik. Készítettem magamnak Scrap Iron Chest Armort és Scrap Iron Leg Armort. Egy kicsivel több védelmünk legyen már, mert elég bugyután néz ki most így a karakter, de ne is figyeljetek rá. Arra gondoltam, hogy elkezdhetnénk egy kicsit korábban ezt a autók szétszerelése hadműveletet, ugyanis lent a garázsban van egy-két kocsi, még ha trükkösen is vannak beparkolva, amikkel úgy leromlott 99-re. Várható volt, na nem baj. Amikkel foglalkozhatunk egészen reggelig. Úgyhogy akkor induljunk neki. Oké. Ezeket a föntieket majd lerendezzük reggel. Remélem azért nem spannoltak ide-vissza a zombik, mert nem szeretnék velük találkozni így futtában. Szó szerint kutya futtában. Hi. Fuck, ez kutya horda. Shit. Ez baj. Ez nagy baj. Jó, mondjuk nem látnak. De erre nem számítottam, hogy pont most fogja rám dobni őket. Na, mindegy. Megpróbálkozunk azért szétszedni egy-két kocsit. Nem jó az így. Nem lesz jó az így. Visszamegyek, megnézem, hogy mi van. Nem akarok megfertőződni, az igazság. Van antibiotikumom, de... De nem lenne jó, hogyha meglepnének a blökik. Run! Whee! Ezek nem is izék. Kutyák, ezek farkasok. Bakker, de jó! Gyertek csak! Mármint, hogy izé. Husi! Fuck. Gyere, Blöki! Gyere! Ó, shit. Ó, de már! Wow! Jaj! Ó, pff, leestünk mind a ketten, nagyon jó. Hova lett? Ó, de gyors vagy, öcsém.
Oké. Mondjuk nem túl nagy horda. Kettő? Kettő volt összvisz? Oké. Házhoz jön a kaja. Ez a jó kis fenékpörkölt lesz belőled, Blöki. Aucsi. Nagyon jó. Cool. Ó, nagyon szuper. Na hát ez a Seven Days to Die házhoz szállítás zombi módra. Később majd lesznek többen is szerintem, de egyelőre úgy látszik két kutyára futotta. És mivel már reggel van, ezért már nem is nagyon kell törődnöm a ombikkal, úgyhogy lássunk hozzá a szétszedéshez. Ugye legutóbb mondtam, hogy ki akarom próbálni ezt a előről szedem szét, hátulról szedem szét dolgot. Úgyhogy most előről állok neki, bár nem tudom, hogy az kocsinak mennyire az eleje a szétszedéshez, mert ugye állítólag így nagyobb eséllyel juthatunk motorhoz. Hát egyelőre ugyanannyit látok mindenből, mint hogyha hátulról szedném, vagy oldalról. Mindjárt kipróbáljuk, most megállunk mögötte. Iszunk egyet. Is szomjasak voltunk. Na, ugyanazokat adja. Ugye inkább attól függ, hogy mit ad a kocsi, hogy hanyas szintre van már ledegradálódva. Ugye ez már a legalsó szint, elvileg innen kéne kikerülnie a motornak. És itt a reggel. Ja, hát ugye stamina ügyileg még nem vagyok annyira pöpec, hogy mi ez a köd már megint? Nem vagyok annyira pöpec, hogy végig tudjam lootolni a három kocsit, végig tudjam szerelni a három kocsit egy húzamba. Ja, igen, benne vagyok a megégett bajomba. Franc. Mindegy. Megint kutyát hallok. Ezek szerintem most odakint vannak a másik oldalt. Hol vagy, Blöki? Várjátok, odafönt megnéztük a rejtett táskát, meg a többi cuccost? Én úgy emlékszem, hogy nem. Na, nézzük már meg akkor. Mondtam én. Kimaradtunk a jóból. Blueberry seed, az nem kell. Na jó, megnézzük ezeket a dögöket, mert már idegestenek. Kutyó! Most hova mész? Itt vagyok. Hű! Úgy látszik három farkas volt az a kettő. Pup! Ez a fölborulás, ez aranyos. Ki földobja a lábát. Mi? Mindegy, lelőttek. Oké. Próbálkozzunk meg akkor ezzel a másik kocsival. Van még helyem? Ah, kevéske. Bázis közel vagyunk, úgyhogy no problem, le tudunk dobálni bármikor, bármit. Mondjuk az se baj, hogy összeszerünk egy kis benzint a motorozáshoz, majdani motorozáshoz. Oké. Okay. Hát igen, ennél egy jobb wrenchre lenne szükség, nem erre a kis szutyokra. Nem tudok létrehozni egyet? Ja, nem, Steel Smithing kell hozzá, ja. Ne, francba. Az a baj, hogy sör sincsen. Sem megakrás, se semmi. Amivel kicsit boostolhatnám magam. És nem is nagyon kapok olyan cuccokat, amik megfelelők lennének. Mármint úgy értem, hogy motor meg aksi. De ilyen szutyok wrench-el nem is csodálkozom, mondjuk. Legalább egyelőre lepakolom. Jó. Nagyon-nagyon csalogat a dolog, hogy el kéne menni lootolni.
találjak valami. Most már biztosan jobb bővrencseket találnék. És nem is kéne hozzá messzire menni, mert az átlagos házakba is lehet. Úgyhogy ezt az egy kocsit még szétszedem. Aztán megnézünk néhány épületet. Jó hallottam, hogy zombi van. Ugye a csap alatti szekrényben, meg ilyen helyeken simán lehet találni brencset, úgyhogy menjünk is, ne is húzzuk tovább az időt. Ezzel a szúgyokkal egyesével szétszeregetni örökké valóság. Ezeket lerakom. Brencs az ide való. Azok se kellenek most, ez most velem jöhet. Stonex az marad a biztonság kedvéért. És akkor nézzünk meg néhány házat. Hát itt most a szükség van, úgy nem azért megyek lootolni, mert nincs más tenni. Szükségem van normális eszközökre. És ha még nem tudok gyártani, addig csak a lootban bízhatok. Úgyhogy nézzünk meg néhány átlagos kis házat. Kezdjük mondjuk egyből itt ezzel. Ugyanannyira jó, mint bármelyik másik. Halló? Más esetben megnézném a kereskedőt, hogy nem árul valami rendes cuccot, de mivel túl messze van, és még se motor, se semmi, ezért érdemesebb szerintem lúttal megkeresni a... lúttal megkeresni a jót. Látjátok, már sárga meg narancssárga dolgokat találok, úgyhogy remélhetőleg találok valami normális rendset is. A hülye fa miatt belelógott a látképbe. Oké. Na, gyerünk játék, wrenchet kérünk. Hát ez nem egészen az. Ez nem egészen az, amiért jöttünk. Hello! Archery skill. Nope, no wrench for me. Te mi vagy? Nővér? Upszi! Egy koki. Dugd ki a buksit. Így is jó. Ó, bandage hegyek, gyerekek. Bandage hegyek. Oké. Közben raising the wellness for good. Ajj. Konyhás néni, mit szeretnél tőlem? Ez valami MC haver és a teknő szám is lehetne akár. Azok szoktak ilyen nagyon furcsa szövegekkel rendelkezni. Kafé. Nem rossz. Akkor elkezdhetjük a kávéültet vényezést is. Hogy bírsz? Oi! Hello! What you doing? Pup. Konyos! Jaj! Ú, de missz klik volt. Jaj! Oké. Steel shower? Ez zúzzuk, de azt is volt esetlegesen megtartjuk, ha úgy alakul, hogy szerelni kéne majd, vagy valami. Jó, ezek megvoltak. Go up! Tirira. Hú! Semmi. Semmi! Nagyon fázik a karakter. Kész vagyok ezen a poncsón. Hey, te bontod itt a kecót! Nem kéne, köszönöm. Short shotgun stock. És egy kaki színű bölcsé. Az nem nyert. Következő épület. Amik nem is volt túl sok szekrény. Nem csodálom, hogy nem találtam semmit. Na. Nézzük ezt.
Közben szerencsét próbálok egy kerékkel, de nem nyert. Hát ez a ház sem néz ki sokkal jobban, mint az előző. De itt van egy rejtett cucc, hogyha minden igaz. Úgyhogy ezt kiszedjük innen. Ó, oh, nem itt van. Pedig úgy emlékeztem, valahol itt kell lenni egy ilyen fém lemez alatt. Lehet, hogy csak pont a rossz filmről ezt néztem. Halló? Még így is, hogy sima házakat lootol az ember, milyen gyorsan megtelik az inventory, ha mindent vinni akar. Hoppá! Te rád nem emlékeztem, mi vagy? Work stiff. Hát a mini bike wheel ebből lesz majd jobb is, úgyhogy. Azért nem aggódok túlságosan. Oké, ez egy egész szegényes WC. Ez lesz az? Jaj, az 1000 életerős néni kéret. Szerintem ez lesz az. Régen be lehetett nézni alá, de most nem mintha látnék bármi ilyesmit is. Aha. Subidobi. Ez most így jött ki. Hát ez nem nyert. Köviház. Illetve... hazamegyünk, ledroppolom a cuccokat. Túl sok minden van nálam, a következő házban már elkezdenék szkereppelni meg minden, úgyhogy inkább hazaviszem a cuccost. Most, amíg megtehetem, hogy ilyen közel lakok addig. Egy wrenchet mindenféleképpen szeretnék szerezni még a mai epizódban. Mennyire depresszív tud lenni az a szürke, homályos szutyok hely? Oké, azt hiszem meg is vagyunk. Mehetünk. Jaj, csak a bokám ne törjen már megint. Meg volt az, menjünk akkor abba. Hey ho, lootolni menni jó. Ja, ez már kicsit nagyobb hacienda. Oké. Ajtó tárva nyitva. Nem túl jó jel. Oh, come on! Adj egy wrenchet. Kelljen könyörögni. Ó, nem baj, üres üveg is jó. Annak is örülök. Hogy legyen. Úgy is kell egy csomó Battled Murky Water mindenféle crafthoz. Ó, pince! A pince, pince good. A pincét szeretjük. Bup, az bedőlt az asztal alá. Haver. Elvettem tőled a gördeszka alkat részeidet. Újabb level up, nagyon jó. Húhú! Big boy! Hi! Ott benyelt ezt a két boltot, mintha nem is csináltam volna vele semmit. Te kis piszok! És itt van egy szép. El fog tartani egy darabig. De nem baj, mert van is miről beszélgetni. Gondolom észrevettétek egy kicsit nyomott a hangulatom. Hát nem a legjobb dolog arra hírre kelni, hogy meghalt az egyik kedvenc együttesemnek a énekese.
Ugye biztos hallottátok már, vagy láttátok is fészen, vagy valami hasonló, mert most tele van vele minden újság, minden oldal, hogy meghalt a Linkin Park fronténekese. Hát igen. Ráadásul öngyilkos lett, ami pont egy olyan dolog, amit nehezen tudok elfogadni, mert biztos megvoltak a maga gondjai, meg a maga életének a nehéz körülményei, de szerintem az öngyilkosság az nem egy kiút. És hát, vagy a legrosszabb, inkább mondjuk így. És hát pont arról az emberkéről nem hiszi az ember, aki végül megteszi. Na meg hát ugye az sem mellékes, hogy nagyon sok embernek volt valamilyen szinten olyan, hát idézőjelesen példaképe a srác. Ugye, hát ismerjük, hogy olyan zenét gyártottak, tehát olyan zenét csináltak, ami sok tininek menekülés volt, vagy olyan löketet adott, amiben ugye kiadhatta a haragját, ilyen jó kis üvöltős punk rockszerűséget, vagy rap rockszerűséget gyártottak, amit sokan szerettek, amiben sokan bele tudtak feledkezni, amit sokan üvöltöttek vele együtt, nagyon jó hangja volt egyébként a srácnak, hogy kiadják ugye a mérgüket, és hát azt hinné az ember, hogy ez segít feldolgozni, ez a éneklős harag segít feldolgozni az életnek a nehézségei, de úgy látszik, hogy nem volt elég, és hát az külön szomorú dolog ez az egész, mert hát ugye, ha jól tudom, több gyereke is volt, nem tudom hány gyereke volt összesen, de 5 biztosan. És hát nem tudom, ez ilyen lesújtó volt számomra, hogy egy olyan ember, aki így képes kiadni, ilyen hanggal képes kiadni magából a haragot, meg a nehézséget, az végül saját kezileg vett véget az életének. Szomorú, de ez van, sajnos. És hát elég kellemetlenül érintett a dolog. Főleg az volt a, hát igazából ezt már tegnap hallottam, de az volt az egészben a vicc számomra, hogy én amikor ezt így meghallottam, akkor mondtam, hogy ez biztos, hogy hoax, ez hülyeség, tehát hogy ő biztos nem. És de, és megtalálták, és basszus, tiszta szar. Erre most nem tudok mit mondani, és sajnálom, hogy csúnya szavakat használok, de rossz volt, nagyon rossz. Mai napig egyébként szeretem a Linkin Park zenét, és annyira éreztem, hogy el kellett volna mennem a koncertjükre. Nem vagyok nagy koncertre járós ember, hiszen én amúgy is a tömeget is alapból kerülöm meg minden, de úgy el akartam menni a Linkin Park koncertre. És úgy látszik, megéreztem, hogy ez volt az utolsó, ebben a felállásban legalábbis. Borzalom, borzalom. Persze elítélni nem szabad az ilyet, mert nem, hát ez egy rossz dolog, tehát az öngyilkosság az egy borzalmas dolog. És én a saját véleményem szerint úgy vagyok ezzel, hogy ez nem old meg semmit. Ezzel csak azoknak ártunk, akiket hátra hagyunk, hiszen jó, nekünk végünk, ennyi, kész, kifújt, lehúztuk a rolót, de azok, akiket hátra hagyunk, azoknak milyen rossz. Most belegondolva, hogy annak a 4-5-6, nem tudom hány gyereke van tényleg, hogy annak milyen rossz lehet, azt nem is tudom elképzelni. Tehát ez szörnyű. Ugye kicsit csalódott is vagyok, meg értetlen is, de elítélni semmiképp sem szabad. Azt tudom, hogy drogfüggőséggel, meg alkoholfüggőséggel küszködött, de ez még szerintem mindig nem mentség. Tehát, vagy magyarázat. Kifogás. Egyiknek sem jó. Tehát azért valljuk be, hogy egy olyan ember, akinek megvolt mindene. Tehát megvolt mindene, és mégis képes volt hátrahagyni. Nem, de én nem tudom megérteni. Nem tudom felfogni ezt az egészet. Ez nem kell nekünk. Úgyhogy szomorú, de ez van. Paintbrush, az van otthon, ugye? Paintbrushunk már van egy. De fényes itt minden. Lámpa off! Na jó, mit hallja? Scrap?
Mit? Mitől? Ó, világít a... Ó, oké. Okay. Na, ez a ház, ez pipa. Vagy itt van, van emelet? Itt nincs emelet, ugye? Na, nincs, oké, okay, oké. Okay. Megint haza sprintelünk, aztán leszórjuk a cuccost. Úgyhogy, bocs, hogyha letörtem a hangulatotokat, de láthatjátok, hogy én sem vagyok éppen a toppon, és pont emiatt, mert... Mert ez rossz dolog van. Főleg egy zenekar énekese. Én tényleg mindig fölnéztem azokra, akik énekléssel, vagy bármi hasonló kreatív tevékenységgel ki tudják... Lehullott a hulla. Ki tudják adni magukból a haragot, vagy valami ehhez hasonló, ugye. De erre így nem számítottam, tehát így. Pont róla nem gondoltam volna, hogy képes ilyesmit csinálni. Meg nem is. A koncerten, akik voltak, azok mondták, hogy ez már nem egészen volt ugyanolyan, mint régen. De nem figyeltem rá különösebben, mert úgy voltam vele, hogy most megint csak zúgolódik a tömeg, mert a Linkin Park már nem olyan zenét csinál, mint régen. És ez tény, mert nagyon-nagyon, hát ha nem is, a stílust nem is váltottak, de irányzékot igen. Tehát sokkal puhább lett a zenéjük, sokkal közkedveltebb, inkább így mondom, sokkal több mindenkinek tetszik, inkább úgy mondom. A régi dühös korszakukból kinőve csináltak már másféle zenét. És meg is mondták, hogy miért, ugye ez egy új irányzék volt számukról, a részükről. Ó, pillanat. Jó, kell a toll. És én abszolút el is fogadtam, és ha meg nem is szerettem az újfajta stílusukat, de elfogadtam, hogy ez van, ezt kell nyomatni, mert ez kell a népnek. Ettől függetlenül még mindig jó szövegeket írtak, ha a zene már nem is volt az a stílus, amit én kifejezetten szerettem. De hát... Az, hogy ilyen véget érjen, arra nem gondoltam. Tehát ez egy kicsit durva felütés volt számomra. És nem csak számomra, szerintem nagyon sok mindenki számára. És ez borzalom. Ide raktam a tollat, csak nem tudom, hogy miért. Oké. Van még időm egy-két házra szerintem. Jaj. A lábam, vigyázni kell a lábamra. Úgyhogy az meg van. Ezt is itt nagyjából átkarcoltuk. Ó, nagyjából. Szó szerint nagyjából. Téged innen már háromszor kilőttelek. Fejezd abba a respawnolást és maradj halott. Köszönöm. Treasure map. Take. Read. Jó, jól elolvastam. Na még egyszer. Na, ez Nicole kincses térképe. Most már akkor két kincsünk is van. Az egyik az ott fenn a francba, a másik meg itt lent a francba. Ezek a francos térképek. Na jó. Menjünk még arrafele, errefele. Az meg volt. Ide lent volt egy könyves polc, ez már kilútolva. Ez a három. Oké, okay, most jön ez. Várjátok, lehet ez is meg volt már. Ja, ebből voltam az előbb. Ronin, szedd össze magad! Ne most gyászolj! Vagy legalább úgy csinált, hogy ne legyen ennyire feltűnő. De az biztos, hogy a zenéjük, amit hátrahagytak így végszónak, az maradandó, tehát... A mai napig hallgatom tőlük, például a Numbot, az egyik kedvenc számom tőlük. A Castle of Glass, az örök klasszikus maradt számomra. Az egy nagyon-nagyon jó szám, pedig az már a régebbi, vagy az újabbik erájukból való, az már egy kicsit puhább volt, mint a régebbi számaik, de a Faint, az például valami zseniális. Azt a mai napig full kakaóra tekerem, hogyha bosszantani akarom a szomszédokat.
éjszakai műszakban is non-stop megy, tehát egyszer, kétszer-háromszor biztos, hogy végignyomom. A kollégáimat már kikészítem vele. De még sorolhatnám, mert rengeteg, rengeteg jó számot hagytak hátra nekünk. Biztos vagyok benne, hogy a banda az nyomatni fogja tovább. Ó, nagyon jó, egy kreatív bug. De hogy ki lesz az új frontember, azt meg nem tudnám mondani. Nem tudom, nem is jut eszembe olyan ember, akinek hasonló hangja lenne, mint az övé volt. Ez egy nagy kérdés. Oké, emelet. Persze, hogy zárva. Hogy ne lenne? Halló? Itt is lecibálhatnám a függönyöket, de... Hú, oké. Megtaláltuk a sweetert. My favorite sweeter. Ó, és itt van egy orange. Nagyon jó. El is felejtettem egyébként, hogy ezért jöttem. Most jutott eszembe, hogy találtam egyet. És adni a harc. Nagyon jó. Hoppá. Azt hiszem egy kicsit... Jó, hiányos itt a flaster. Booty boots. Az se kell, csak valami rányomtam. Hogy loot all. Ej, te rád nem emlékszem. Mi vagy? Workstiff? Construction site. Még egy branch. Nem a legjobb, de megteszi. Halló? Semmi zombi? Elfogytak a sleeperek. Na, valami jót. Ez nem a legjobb. Megpróbálunk leugrabugrálni óvatosan. Jó. Na, még egy házat. Ez pont annyira megfelelő, mint bármelyik másik. Hát akkor ezt az oldalt, ezen az oldalon a kis házakat már végig is néztünk. Aztán mi bemehetünk másnap a szállodába, vagy valami. Az még majd a jövő zenéje. Na, már megint ki a fene keres telefonon ilyenkor. Bolondok ezek? Nem megyek be túlórázni. Hagyjatok. Hagyjatok lootolni. Ez fontos. Hey, hi. Valaki refeg. Jó. Majd elintézzük, hogyha kiásta magát. De világos van már megint. Nyilvessen tele az inventory. Még undetect ide is átmentem annyira. Húj! Le a fejjel! Gyere! Ne a deszkát! Őt! Na úgy. Ezt akartam elérni csak egy ütésből, de nem jött össze. Túlbecsültem a késem erejét. Még egy wrench, nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Ó, oh, Blood Rocket, azt hiszem ebből még nincs otthon. Hell. Kövér nénye kiabál biztos. Upsi. Ó, oh, ez nem is a kövér nénye. Mi ez? Mit dancers? Feküdjél, maradjál. De nagyon szép hátas. Már nincs húz az. No. Black School, vinném, de mivel? Úgy. Opa, shit. What? Nem mondtam, hogy wear it. Ez egy nyomaj, ez nem kell. Oké. Okay. Padlás az off. Most valamiért azt csinál, azt lootoltam előbb. Azt tudom még a végére hagyni, mert ott vannak ezek a rejtett dobozok, meg... Rekeszek, meg széfek, meg ilyesmi. Hát ez ilyen picike ház volt, úgyhogy az így vége is. Hát egy nagy szállodába már nem kezdek bele. De ha például hazaszaladnék, ledobnám a cuccost, és visszajönnék még ezekhez a romokhoz, abból még kihozhatnék valami jót is. Mondjuk. Aztán éjszaka szerintem le... Várjátok, hova megyek? Éjszaka szerintem lelopakodok, azt szétszerem a maradék kocsikat odalent. Fejlődjön itt nekem a skillem.
Az amúgy sem túl izgalmas dolog. Mondjuk a gond az, hogyha kapok valami lilát, akkor nem látjátok csak a végeredményt. És nem akarom, hogy rá legyen pecsételve a csaló bélyegző. Addolhatnám is magamnak. Akkor ezt lehet, hogy a másnapi tevékenységre hagyom. Oké, ez már nem kell, az sem kell. Hűha! Akkor a lőszert azt ezennel át ebrudálom a másik oldalba, mert ez már itt tele van, de durván. Meg a lőszernek való tollat is. Jó, meg ez is jön át, akkor... Egy... Itt is kezd már tele lenni minden, basszus. Ajajaj. Kezd el kifogyni a helyből. Which is not good. Oké. Okay. Na, még egy ilyen magasabb gecót gyorsan megnézünk. Lassan, lassan. Is. Oké. Okay. Itt nincs emelet ügye. Nincs? Oké. Okay. Itt meg már semmi sincs. Ezek a házak pipa. Ah, zárjuk le azzal a... Azzal a rádiótoronnyal, hogy mi a bánat ez itt. Ez úgyis eléggé unik épület. Kérdés az, hogy hol menjünk be? Kikap. Mondjuk itt. Ugyanannyira jó, mint bármelyik másik hely. Szüdom. Hello, kéklánc fűrész penge. Vagy mi? Üdv a klubban. Na, ez egy érdekes találat volt. Hú. Get wrecked. Van még egy, akit rektelni kell. Mi van? Mi van? Az epizód végére indulok be. Mi történik, kérem? Mi folyik itt? Bántotta a szemem. Ez pedig egy nagyon-nagyon bezárt ajtó. Shit. Walkovers. Ezt pont most olvastam el legutóbb. Az ott semmi. Itt egy safe. Ezt még szétkapjuk gyorsan. Az előző gyorsabban mennem, vagy csak végig beszéltem? Valószínűleg. Nopá. No, az a kő az nem. Az a kő az not good. Meg lesz majd a motorbike, akkor szépen elkezdjük összeszedegetni a kincseinket is. Hát, ha találunk benne valami pénzmagot, amivel végre elmehetünk a kereskedőhöz bevásárolni. Hello. Na, ez pont jól jön. Ó, igen, és ez az a nagyon pici épület, amiben nincsen semmi. És amit én állandóan elfelejtek, hogy itt nincsen semmi. Oh my lord. Viszont van egy letra, ami szintúgy úgy nem vezet sehova. Na jó. Ez így nem jó. Na jó, még ezt az egyet itt megnézzük. Hú de! Jaj! Az összes frémet elhagytam, ami létezik. És az üres. Még nem panaszkodom, az előző kék Chainsaw Blade az egy kicsit kimerítette az összes hátralévő szerencsémet a mai napra szerintem. Megvan. Egy szemetes kis pöcökjük. Hát mi ez? Jó. Ott viszont van egy safe.
Itt az emeletre vajon hogy tudnék feljutni, anélkül, hogy frémezni kelljen, amiket nem is hoztam magammal. Most már csak úgy kíváncsiságból is. Ez az. Vajon... Hűha! Hűha! Ez szűkös lesz! Hú! Ez nagyon szűkös így! Hú! Halló? Ó! Oh! Te meg hogy jöttél le ide ilyen gyorsan? Ott maradt. Lady! Ó! Oh! Hozd meg ráugrott a fejemre! Mi van, Super Mario-t játszunk? Ah. Oké. Okay. Ugly lady. Mi ez? Ah, alolver a seed. Az nem kell. Az van. Köszönjük szépen. Körülbelül 4836 millió darab itt a sivatagba. Így. Könnyed becslések szerint. Ez most komoly. Egy kis szutyok szemetes gödör. Oké. Okay. Na, ez már mindjárt más. Na, utolsó szép a mai napra, srácok, aztán... Call it a day. Képkap, eső, kopog. Valami jót. Valami jót itt Chester emlékére. Gyárunk! Shotgun receiver. Oké. Ezzel ki vagyok békülve. Na. Hát ennyi fért bele a mai epizódos, srácok. Remélem, hogy nem húztam le túlságosan a hangulatotokat. Ha úgy érztek, hogy megérdemlem, dobjatok egy lájkot, a következő részig pedig kitartást kívánok nektek. Sziasztok! Innen folytatjuk.